reggeli személye, hogy ígértük, Torma Tamás építészkritikus, gyakran bukkansz fel a Klubrádió műsorában, általában hetente szoktál helyekről beszélni. Én mindig, amikor hallgatom a Rózsa Péter műsorát, akkor, és hallgatlak benne téged, mindig eszembe jut, hogy föl kéne hívni, és akkor beszélni vele. Mert múltkor, amikor a Gülbaba utcában jártál, vagy azt jártad körbe, akkor nekem, tehát egyrészt nekem a város minden pontjához van valami történetem. Megfutsz. Futok, meg éltem. De a Gülbabába futni az... A Gülbaba az azért érdekes, mert hogy amikor engem besúzíztak a fővárosba, akkor Haraszti Miklós még a Gülbaba utcában lakott. És én gyakran följártam a Mikihez, akkor még a lányával éldegélt ott, és így nagyon emlékezetes volt nekem a Gülbaba, de hogy minden utcáról van valami történetem, és aztán amikor a kolóniáról beszélsz, arról is van, ugye ott még beszéltetek is arról Rózsa Péterrel, hogy mennyire legendás volt a fekete lyuk. Most van egy virulens történet az emléktábla ügyében, fekete lyuk. Mint ha hallottam volna, igen, hogy van valami gyűjtés. Gördül, igen, én is fekete lyuk Facebook csoport tag vagyok, és hát ilyen belső viták vannak egyelőre, csak ennyit tudok, de ez így készülődik, tehát ott előbb-utóbb lesz egy emléktábla, bármit is jelentsen ma még, vagy ma már ez. Ez nagyon fura, mert nem nagyon fura, ugye engem is azért voltak, akik megróttak a Tommy Ramone emléktábla miatt, tehát hogy miért kellett az egy punkzenésznek, nem biztos, hogy emléket kell állítani, nem biztos, hogy Nyitrai Zsolttal és Szent György Völgyivel és Nagy Ferúval kell ezt felavatni, tehát nem tudom, hogy a fekete... Ilyen viták mindig vannak. Ha már fekete lyuknál és a rockzenénél tartunk, te nem volt zenekarod valaha? Nem, én nem az a Torma vagyok, volt egy Torma nevű billentyűs, amikor én egyébként rock'n'roll újságíró voltam, ez igaz. Rock'n'roll újságíró, mondtam is a Korpás Krisztinának, amikor tegnap beszélgettünk erről, hogy van egy olyan mondatod, amit mindig, ha Európa Kiadóval kapcsolatban cikkek jelennek meg, azt idézik Torma Tamásnak. A Polifon 1985-ös számában megjelent kritika, amiben tartalmát tekintve arról beszélsz, hogy jó egy utolsó utáni koncert, de az utolsó előttiek azok mindig jobbak. Tehát egy kicsit így helyre rakod, mert azt hiszem, hogy az Európa Kiadónak ez volt az első újra összeáll az Európa Kiadó és történet, amit hát aztán azóta sokszor lehetett látni. Már nem emlékszem, ebből arra emlékszem, egy tulajdonképpen Bakira, egy kedves Bakira, amikor talán a Nemzeti Sportcsarnokban volt egy koncert, ahol én úgy mentem, hogy Európa Kiadó koncert, és volt egy nagyon érdekes fúvolás. Egy fúvolás játszott benne. És fú, hát állati jó volt, ezt simán megértem. Aztán kiderült, hogy valójában ez egy filmforgatás volt, a Város Bujócska című film. Bekészült ez a betét, és Hirzsi Steven volt a fúvolás. Tehát nem az Európa Kiadó bővült, hanem aztán azt hiszem a Sós Mari szegény rendező hívta fel a filmemet utólag rá. Várjál, Város Bújóska, nem, a másik János volt, azt hiszem a főszereplője, nem a Csetamár. Igen, de ebben a koncertben, ami a film része volt, ebben egy szólistája volt a lényegében Európa Kiadónak, vagy hát a filmbeli zenekarnak, az volt Hirzsi Steven. Most biztos, hogy hogy beégek, lengyel, cseh. Annyira tudtam. Ez már még cseszlovák volt. Akkoriban igen. Ő egy ilyen hát nem is tudom, Európa sztár volt. Igen, tehát ő volt a csehszlovák. Ezek már mind. Csak a mi korosztályunk jellemző Nemzeti Sportcsarnok, azt hiszem az már nincs talán, de lehet, hogy van. Azt hiszem utána lebontották elég gyorsan. Mindent folyamatosan lebontanak. Csak hogy ha már szóba hoztam a Polifont, akkor az egy rövid életű újság volt, és valamiért azt mondják, hogy ez egy független rockzenei szaklap volt. Az volt. Mi volt az pontosan? Két évig élt, azt hiszem 7 szám jelent meg. Az volt a megoldás, ez sokan ma már nem értik. Főszerkesztő Léva Júli volt? Léva Júli volt a főszerkesztő, igen. Hogy a lapkiadó vállalat igazgatója, bizonyos Siklósi Norbert, ő tartott egy no-name lapengedélyt, tehát aminek csak száma volt, de nem egy konkrét lapra szólt, és arra kiadott időnként kiadványokat, és ezt valahogy a Júli elérte, hogy megjelenjen, ez mindez odáig tartott, amíg a Szilágyi Saci nem lett az olvasó szerkesztőnk, és akkor utána
amikor ez így végigfutott a rendszeren, akkor egyszer csak leállt a Polifon. Igen. De megjelent egész, hát igen. Az Szilágyi Sándor a beszélő szerkesztője volt, nyilván ezzel párhuzamosan aztán azt mondták, hogy betette az ellenség a lábát a Polifonba, és hát akkor nyilván be kellett zárni. Nyilván más is támadta, mert hát fiatal harcos progresszív, mármint, hogy nem úgy progresszív rock, ahogy ezt ma mondják, tehát, hogy az újdonságokat nagyon támogató, és tudom, hogy én egy gyűlöletlevélözön kaptam, amikor az első menet koncertről, vagy lemezről írtam valamit. Ez az a korszak. Azt hiszem, talán kívülről el tudnám mondani Szőnyei Tamásnak azt a cikkét, amit az Einstürzen Neubauten első magyarországi fellépésről írt, és akkor oda megy valaki, és azt mondja, hogy szólja Blixának. Tehát azt hiszem, hogy ezzel kezdődik az interjúja a Polifonban. Zseniális lap volt, nekem talán egy fél szám van meg otthon. Azt tudom, hogy Sós Gyuri volt a laptervező dizájnere, aki hát szintén rajta hagyta a nyomát a fővároson, mert a 80-as, 70-es évek végén, 80-as évek közepén én ő tervezte a legtöbb plakátot a Petőfi Csarnoknak, a Fiatal Művészek Klubjának, és a Rádai Klubnak. Aztán beleért a kortárs művészetbe, ott is találkoztunk, azt hiszem egy a 3-4 éve volt a Kizeba galériában egy Pokoli Aranykor című nagy kötet, kiállítás és nagy happening, tehát arra még mindig emlékezünk ott a kizebakos kollégákkal, hogy mekkora, tehát ott kint lógtak, fürtök be az utcán is az emberek, és utána nagy buli, stb. Tehát ezt csak azért mondom, mert a Gyurinak és a BP Szabó Gyurinak is a képei, azok már az akkori plakátjai, igen, azok beértek ma már a kortárs művészetre, mondjuk Vahondról, meg a bizottságosokról is beszéljünk. Hogy ez mindig eszembe jut, és hogy meg kéne kérdezni Kizelbak Tamástól, hogy miért nem adja ki újra a Pokoli Aranykort, mert ez egy ilyen gyönyörű, vastag album volt, nincsen már belőle példány. Tudom, egyébként. Én üzemeltetem a Pokoli Aranykor Facebook csoportot, igen? És rendszeresen kérdezik, hogy hol lehet venni. Ő nem szokott, tehát ő minden nagy kiállításához, vagy képzőművészeti tárgyú projektjei, ez egy nagy-nagy albumot megjelentett, de akkor annyit és úgy, tehát ezek nem lehet könyvesbolti forgalomban nincsenek, lehet, hogy eljutnak az antikváriumba időnként egy-egy, de maximum csak ott lehet elérni. És akkor, amikor a Polifont bezárták, akkor volt valami ok, vagy mondtak valamit, hogy nem emlékszem, ennek nem emlékszem, akkor valahogy egyébként érdekes, hogy a mai kor mennyire hajaz a, tehát az én fejemben is bizonyos értelemben visszaálltam arra a 80-as évek második fele feelingre, hogy úgy magától értetődőnek tűnt valahogy, hogy valamit mondjuk így ledarálnak. Tehát ebbe szocializálódtál, hogy ezek a dolgok általában így történnek, nem kivirul, hanem az is nagy dolog volt, hogy 7 szám meg. Előtte is volt már egy Poptika című, abból egy darab jelent meg. Igen, valamiért. Hát most nagyjából ugyanez van. Csak így rezignáltam. Hát csak nagyjából, hogy... de mondjuk én belül a fejemet az utolsó választások után így voltam kénytelen átrendezni, hogy tehát két lépéssel arrébb lépni az aktuális politikától, és valami más szerint elrendezni a fejemet. Tehát ez már hogy nyilván érlelődik nem csak bennem sokakban, hogy szétválik ugyebár a pártosság, meg az eredetiség, vagy innováció. És akkor azt mondtam, hogy nekem tök mindegy, hogy kicsodának micsodája, hogyha én abban látok valami nagyon eredetit és újat, akkor az nekem tetszeni fog, és ezt hangoztatom is. Te a Magyar Televízióban dolgoztál hosszú időn keresztül, aztán nyilván onnan is. Így van, igen. 2011, ha mond ez a szám valamit, a Kultúrász tagja voltam szerencsére, a kirúgás szempontjából sajnálatos módon, mert az egyik első olyan hely volt, amit ki kellett csöpörni. Szerintem sokkal látványosabb vagy az Egy Helyben blog videóiban, mint az így van, ott én voltál. Csak szerkesztő voltam. Tehát jössz velem szemben, mit tudom, és Margit szigetről, és akkor magyarázol, ilyen lendületesen, nagy mozdulatokkal gesztikulálva magyarázol az embereknek. Hogy találtad ki magadnak ezt a... Nem én találtam ki, Ruszti Zsolt kollégám találta ki, hát azt magamat nem találtam ki, olyan vagyok, amilyen vagyok. Az a heves kézrázás és gesztikulálás is tulajdonképpen meglepetés volt számomra, amikor viszont láttam magam. Több régi kollega szólt is, hogy ezt hagyjam, abba dugjam el a kezemet,
mások meg azt követelik, hogy de kell ilyen olaszosan hadonászni. Ugye az egyik hallgató azt írja, a sportcsarnok úgy ért véget, hogy leégett, ez nem az a sportcsarnok volt. Nem, ez nem, egy kis sportcsarnok volt. Igen. Méghozzá azt hiszem, hogy teljesen körbe, tehát mint egy boxringbe, a filmben is egy boxringszerűen volt elrendezve a színpad, vagy hát, ahol a zenekar állt. Város Bújócska című filmről beszélünk, csak ugye a hallgatók figyelnek, és arra gondolnak. Meglepett téged az, hogy így gesztikulálsz, tehát így viszont látod magadat? És... Némiképp igen. Azóta már próbálom már nem kontrollálni, hanem uralni. Most nem úgy, hogy lefogom az egyik kezemmel a másikat, hanem van, amikor összeteszem, van, amikor érezem, hogy most már kicsit túl sokat hadonáztam, akkor visszafogom magam. Játszom vele tulajdonképpen most már itt. De élvezet, gondolom. Hát közben azért nem erre figyel az ember, hanem hogy a szöveg, akkor a séta A pontból B pontba pont úgy legyen. Mi alapján döntöd el, hogy miről szól az Egy Helyben blog? Hogyan választasz a helyszínet? Az Egy Hely vlog, tehát a videós változatom az Építész Fórumnak a felületein megy, az annak egy blog a alapja vagy előzménye, az szintén Egy Hely, egy Facebook blog az én profilomon, most már van 11 ezer követőm, oda születnek különböző szövegek, tulajdonképpen szöveg és képek, és ez alapján hát próbálunk sakkozni, költségvetés, ritkábban megyünk vidékre, mint szeretnénk. Tulajdonképpen szeszélyes, tehát az, hogy mondjuk az egyik után, tehát most a Margit-sziget, úgy az a logikája, hogy első szerdán kikerül az Építészforum YouTube oldalára, és következő szerdán a Facebook oldalra. Facebookon fut nagyot általában, tehát ott megy a nagy megosztás Magyarországon, Facebook megy. Most, ami még kint van, az a Margit-szigetnek egy második része, ami az öreg fákról szól, de már fönt van az úgynevezett Szenes Ház YouTube verzióban szerda óta. Az egy kívülről nem különösebben sokat mutató háza a Tököli út elején, de belül viszont egy ilyen virágcsoda. Tehát azt imádják egyébként a Facebook különböző felületeken. Sokan nem is tudják, hogy hol készültek ezek a belső. Valójában egy gangos ház, csak nem olyan értelme gangos, hanem ilyen óriási virággirlandok vannak a falon, gyönyörű rács, erkély rácsok. Dugattyús ház volt már? Dugattyús ház még nem volt. Mert a közelmúltban arról beszélgettem éppen Gróf Járdán házival. Ugye péntekenként mindig van a Budapest látványtár rovat, és kedvenc épületekről, meg a főváros építészetéről, külseiről, belsejéről szoktunk itt péntek reggelenként beszélni, és akkor került szóba. Igen, az ő kitekintése, nem is tudom, hogy jár-e fizikailag minden helyen, gondolom nem, de iszonyatosan nagy a Miklós. Vince Miklósról van szó. Igen, ő a Gróf Járdán házi. Álnéven, igen, hihetetlen képeket helyett Európából. Tulajdonképpen, és akkor így már arra is ki lehet tulajdonképpen térni, hogy ez most egy ilyen nagy, nem is revival, hanem vival tulajdonképpen, hogy iszonyú nagy keletje lett ezeknek az Egy Helyhez típusú blogoknak, vlogoknak, újságírás cikkeknek az online-ban. Tehát ez az építészet, a legtágabb értelembe véve, ez nagyon-nagyon felfutott, és barom érdekes, hogy milyen típusú megközelítések vannak. Tehát van a strange, tehát hogy tulajdonképpen egy ház az mindenféle kategorizálás nélkül egyszerűen csak érdekes. Tehát például most azt hiszem talán Veresegyházában, vagy nem vagyok benne biztos, van egy olyan ház, ami egy emberi arcot formál, még bajsza is van, olyan a teteje is, mint ahogy lenne. Nyilván senki nem ment oda, a Facebookon, mint egy vírus, elkezdett terjedni ez a hihetetlen érdekes kép, amit egyszer valaki csinált róla. De itt nem merül fel, inkább funny, tehát olyan különös, és az emberek ezért szeretik, ugye, mert és hát az építészetben már elsősorban képen terjed. Tehát
nagyon másodlagossá válik a fizikai környezete. Köszönhető ez a technikai fejlődésnek, ha magyarázatokat keresünk arra, hogy mi az építészet hirtelen népszerűsége, felértékelődése, mert korábban volt egy-két építészettel foglalkozó lap, de hogy már mindent látványosan és könnyen elérhető módon lehet megmutatni videóval, internettel, mindennel. Biztos, hogy a képszerűség az nagyon sokat hozzátett. Hát ilyen nemzetközi portálokon rendszeresen versenyeztetnek worldwide, tehát a világ bármelyik pontjáról különböző épületeket, különböző kategóriákban, és valójában igazából egy épület akkor érthető már, amennyire így első látása is érthető, mert nem, de ezt most még vizuálisan felfogható, hogy milyen környezetben van, hogy arányul hozzá, túl közel megy hozzá, ráül-e, arányos hozzá, stb. A képeknél képszempontok vannak, aki elkattintja, az nyilván mindig fotográfiai szempontokat vesz figyelembe, hogy minél jobban nézzen ki a kép. Ezek versenyeznek. De viszont ettől rendkívül népszerű lesz, tehát hogy sokkal nagyobb népességen vagy érdeklődő populáción terül ez el. Ez tök jó. Jóval kevesebben mennek oda, és nézik meg, hogy akkor ez most tényleg így van, mint van egy konkrét példám, az Ójómi vár, például gyönyörű képek vannak, mert egy ilyen Magyarországon nem létező korszak, tehát ilyen késő reneszánsz, grafittos vár, ez a Balassi vár, de elmész Zólyomra, akkor látod, hogy egyrészt előtte megy el a vonat, de nem tudom, egy 100 méteren belül, mögötte meg egy óriási nagy 70-es, 80-es évekbeli lakótelep van, hogyha úgy nézünk rá. Hát. Most ért véget, említetted, tegnap este még nem láttam, volt egy másik sorozatod a YouTube-on is, ami az is építészfórumos. Rejtett kincsek volt a címe, egy teljesen véletlen ötletből indult el, hogy kezembe került egy akkori kolléganőm, felvidéki magyar lánynak egy könyve, ami gömöri kis templomokról, freskos kis templomokról szólt. Hát teljesen lehidaltam tőle, hogy itt létezik, ez kb. 300 kilométerre van innen, ahol most is vagyunk, tehát Gömör az körülbelül Kelet-Szlovákiának a nyugati része, vagy Közép-Szlovákiának nevezük, tehát így Ózd magasságában vagyunk, Rimaszombat, Rozsnyó és környéke. És ezt nem érte el a török, és elképesztő gazdagságban és érdekességben maradtak föl nagyon sok falusi kis templom, amit most már műemlékileg is feltártak, tehát restaurálva meg lehet őket tekinteni. Az első sorozatban elsősorban így válogattunk, és aztán lett belőle egy második, az most ért véget. Akkor már nem csak Gömörbe voltunk, tehát ami most pont fölkerült ma, az a második 12-es adagnak az utolsó része, az egy Guta nevű község, az lényegében a Vág és a Duna találkozásánál van, tehát abszolút Nyugat-Szlovákia, és nem templom, hanem ott van egy hajómalom, üzemelő hajómalom, és ahhoz egy kis fedett híd vezet át, aminek nem tudom én, rá vagyok gerjedve a hajóidakra jelek szerint, mert nemrégen ez még nem került be az egy helybe, de Ráckevén is van egy hajómalom múzeum, most utájára ott forgattunk, az majd amikor szeptemberben jön ki. De ugye a templomokra visszatérve, tehát Gömörben van olyan, mondjuk, hogy egy nap alatt, hogyha ezt egy ilyen versenyszerűen csinálod, 5 templomot be tudsz járni, mert olyan közel vannak egymáshoz. Elképesztők, és mondjuk vegyük azt, hogy kevesebb a katolikus, ott ugye bár a freskók összefüggések van, hogy lefestették-e valaha, vagy nem. A szlovák részek inkább evangélikusok, a magyar síkvidéki azok reformátusok, tehát egy adott pillanatban valamikor 1560-1600 körül azt egyszer lemeszelték, és ezzel szerencsére meg is óvták. Vannak olyan akkor prosperálóbb települések, ahol volt pénz arra is, hogy bővítsék a templomot, nagyobb problémák álltak elő, mert akkor a barokk korban ezt ugyebár nem nagyon figyeltek rá, és leverték, vagy ráépítettek, de
És akkor még a reformátusoknál még hozzájön ehhez valami elképesztően szép festett mennyezet, ugyebár kazettás festett mennyezet, tehát Pelsőc például, hogyha átmegyünk a Sajóvölgyben, megyünk Rozsnyó felé, akkor ott több ilyet. Pelsőc az tulajdonképpen magyar, ez egy református templom, minden van, ráadásul egy gótikus oldalkápolna is van. Na mindegy, ilyenekről szólt, tényleg rejtett kincsek, nem egy különösebben erős cím, de a szó szoros értelmével lehet venni. A helyiek tisztában vannak azzal az értékkel, a rejtett kincsel? Vagy ők egyszerűen csak felhasználója adott intézménynek? Igen, ez alakulóban van. Tehát például vannak szomorú történetek is, ezek, tehát a magyar kisebbség csökkenésével, tehát azt jelenti, hogy elvándorlás, az elvándorlás azt jelenti, hogy a fiatalok átjönnek Magyarországra, az öregek pedig inkább behúzódnak a nagyobb városokba, például Rimaszombatra, és a falvak kiürülnek, tehát ugyanúgy romák települnek be, vannak tényleg romszerű falvak is emiatt, de már ők is, tehát például van egy Kövi nevű település, ahol nem tudom, 20 éve restaurálják a freskókat, mesélték a restaurátorok, ez elején megdobálták őket, tehát ők ott is laktak, beköltöztek a barokkiára, bedobálták az ablakokat, mert a romák nem tudták, hogy mi készül itt, hogy itt idegenek. Az egy full roma település lett, elég nagy falu, tehát ez pont egy olyan templom, ami gazdag volt akkor, amikor erre sor került, és bővítették is, tehát tulajdonképpen emeletes a szónak abban az értelmében, hogy a karzatot kellett lebontani ahhoz, hogy az ott lévő ember nagyságú freskó alakokat restaurálják. Nem csak megbarátkoztak vele, mikor újabb és újabb, nagyobb hullámokba jönnek oda idegenek, hogy ők meg akarják nézni a templomot, ez működik. Sőt, azt még mindenképpen el kell mondanom, hogy ott közben megismerkedtünk egy állati helyes fiatal társasággal, az a neve, hogy Gótiska Cesta, gótikus út, gömöri származású, de már inkább Pozsonyban, különböző helyeken művészettörténészek, minisztériumban dolgozik. Fiatalok csinálják, ők ilyen túrákat szerveznek, és ez egyre nagyobb körben bővül, tehát most már buszos részei vannak, augusztus közepén volt a nagy túrájuk, amikor ki van nyitva mondjuk 12 templom, és akkor bárki bármikor mehet, de most már a honlapon fönn van az összes helynek a elérhetősége, mert korábban az volt, hogy általában ilyen világvégi falvak, oda mész, mindenki szlovákul beszél, és nem tudod, hogy kell kinyitatni a templomot, hogy megnézhess. De most már mindenhol van gazda, vagy lelkész, vagy ha nem lelkész, aki megbízott jön, és szívesen nyitja, mert ez egyébként részben a Teleki Alapítvány is megszólalt az első részekben, és ott kiderült, hogy az Erdélyben tulajdonképpen egy mozgalom is, tehát ők erre figyeltek folyamatosan, de a Teleki Alapítvány határon túli veszélyben lévő műemlékek felújításával foglalkozik, ami gyakran csak azt jelenti, hogy mondjuk 3-4 millióból a beázást megszüntetik, tehát hogy későbbi jobb időkben esetleg. Ugyanak ott egy ilyen hálózat, tehát mindenhol legyen egy ember, aki kész arra, hogy kinyissa. Megszólalókat hogy találtál ehhez a projekthez? Hát mivel az egy helyben csak én beszélek, ezért... Igen, tudom, azért mondom, hogy direkt úgy találtuk ki, hogy legyenek megszólalók, mindenhol volt 3 megszólaló, hát szép fokozatosan lépésekbe, tehát először fölhív oda, valamit fölhívsz, ott általában egy lelkész. Jó napot kívánok! Van. Torma Tamás. Ő mond ötleteket, a Teleki Alapítványnál ezt nyilván pontosan követik, hogy ki vett részt benne, vagy építész, vagy műemlékes. Értem. És akkor ez így bővült, akkor átaláltam a gotickásokra, akkor már voltak olyan helyek, amikhez már semmi köze nem volt a Telekinek, mert egy teljesen szlovák hely, de mondjuk például van egy Rimaszombat mellett egy kis, messzire úgy néz ki, mint egy parasztház, az egy kis evangélikus templom, amit elköltöztettek. Tehát amikor a türelmi rendelet idején a engedélyt kaptak a kisebb felekezetek arra, hogy ők is építkezzenek, voltak megkötései, de akkor egy nyugatabbra lévő település, aminek most nem tudom a nevét,
ők gazdagabbak voltak, ők építettek egy nagyobb templomot, ezt a kicsit, ez meg fölöslegessé vált, és ami rokoni kapcsolat révén ezt lebontották, és arrébb költöztették 150 kilométerre keletebbre. Itt ez van, gyönyörű festett mennyezet természetesen itt is. De oda érdemes elmenni, akár kirándulni is? Abszolút. Hát Gömör amúgy is elképesztően jó hely, egyrészt jó sörök is vannak, és tényleg tehát valószerűtlen közelségre. Most a példa az éppen nem egy középkori Árpád-kori kis templom, de például Rárosmujad, az egy híres megyasszai templom. Ez volt az utolsó előtti rész. Itt az Ipoly mellett fölmegyünk, ott átmegyünk most valamelyik régi hídon, és a túloldalon ott áll a falu szélén ez az egészen különleges templom. A balahai földesúr építette magának, mint temetkezési helyet, és mögé, vagy fölé pedig egy óriási, teljesen különös, szabálytalan templom. Hát Megyaszai Istvánnak ezen én mond valamit, aki például a Veszprémi színházat, Soproni színházat építette. Ő az egyik első betonépítész volt Magyarországon, és itt így belemennénk a részletekbe, egy teljesen valószerűtlen, például egy gigantikus méretű óriás kupolát épített betonból, amit 1900, hát most nem tudom, talán 3-8 körül raktak össze, valahogy az egyik nyilatkozó építész mesélte, hogy nem tudom, hogy Balassagyarmatról szekéren vitték oda a darabokat. És most ezen még a projektnek nincs több finanszírozó? Ez a dusa az utolsó ebben a részben. Hát szerettünk, ez a második is azért lett csak szlovák, mert közben kitört az ukrán háború. Kárpátaljáról szerettünk volna menni. Aha. Most egyelőre talán, ha pályázunk, akkor Erdély, ami hát mondanom se kell, hogy egy kincses bánya, tehát még Szlovákiában is lett volna rengeteg felvidéken olyan hely, amit érdemes lenne meglátogatni, tehát Erdélyben meg végképp. Azt írja az egyik hallgató, hogy a nemzeti sportcsarnok él és virul. Hurrá, hurrá, hurrá. Akkor egy másik, nem nemzeti, de azt hiszem akkor is így hívták. Szerintem is. De ott lebontottak sportcsarnokot, tehát a sportkertben, ahol azok az 50-es évek szobrok voltak, de lehet, hogy azokat is áthelyezték, nem tudom, tehát a BS felől kellett bemenni, azt tudom. De most akkor nem a Népstadion szoborparkjára gondolsz? De ez bent volt a Népstadion kertben, ez Nem tudom már akkor, hogy hívták. Hát ott végül is a kis stadion az talán külön van, de ott két külön, hát mindegy most, hogy fölidézzük a 40 évvel ezelőtti eseményeket, vagy helyszínt, bár ez a korunk miatt egyre gyakoribb, hogy olyanokról fantáziálunk, amik már nem léteznek, és a fiataloknak fogalmuk sincs róla, hogy itt hogy volt. Mert éppen most volt egy műsor arról, hogy 70 évvel ezelőtt, 1953. augusztus 20-án adták át a Népstadiont, és az Annó Budapest az igen, pont erről szólt, ez teljesen hihetetlen, tehát voltak hallgatók, akik ott voltak a megnyitón, volt, aki ott dolgozott az építkezésen, volt, akinek az édesapja volt, és volt olyan hallgató, aki magában a Népstadionban visszatérve lakott. Visszatérve egyébként az egy helyre, a blogban volt egy Népstadion, egy korai, talán a századik, mondjuk most már 380-nál tartok, századik volt, és érdekes, hogy kérdezted, hogy választok témákat. Igen. Most már gyakran az is belejátszik, azon ki, hogy valami érdekes, vagy érdekesnek találok bemutatni, hogy érzem, hogy iszonyú nagy húzása van, tehát a kommentekben látszik meg a lájkolásokban, hogy mennyire szeretik. Tehát a Szenesházat például senki nem ismeri, nem tud, vagy nagyon kevesen tudják, hogy ezt megyünk a utcán, hogy ez az a ház, ami belülről azok a szép fotókkal lehet rajongani. A Népstadion is ilyen. Csak hát közben lebontották ugye már a régit, úgyhogy volt ugyan terve, hogy az újról csináljuk, de hát így elsodorták az események, lehet, hogy még lesz. Túl egyszerű labda lenne megnézni azt, hogy mi történik a fővárosban építészet szintjén. Nem. Úgyis bonyolult, én nyilván nézem szakmai szemmel, meg ugye bármint a politikai folyam fogyasztója, nyilván úgy is nézem, és ez a kettő azért nincs teljes átfedésben. A várügyében szerintem teljes átfedésben van, bár engem meglep az a hihetetlen kiállás, és hogyha ezekből a trollokat is kivesszük, akkor is
akik rajonganak a vár bármilyen típusú újraépítéséért. Igen. Tehát az a gondolat, hogy ezt az 50-es években a kommunisták lerombolták, ez úgy, ahogy van, átment, ami hát ennél egy kicsit bonyolultabb volt akkor is, és az is átment, hogy visszaállítjuk az akármilyen, mert itt nem azon van a hangsúly, hogy akármilyen, tudok olyat mondani, gondolkodom, hogy tudok-e olyat mondani, hát éppen a várban nem, de egyébként tudnék, aminek szerintem értelmetlen a, itt, amit mindig kimarad, egyébként ez nagyon fontos, a funkció. Tehát lehet ezen esztétikai értelme vitatkozni, hogy visszaépítjük-e a régit, meg hogy lakott-e, aludt-e valaha is a magyar király, nevezetesen Ferenc József és felesége a bárban, amire ez épült, mert mint a Hausmann-féle palota. De most nem erről van szó, tehát visszaépítik a Vöröskereszt székházat, az alagút fölé, ami szerintem a legbotrányosabb az összes közül, bár hát majd lakva fogjuk ezt meg. Tehát ezek irodák lesznek, tehát úgy még anakronisztikusabb, hogy betonból visszaépítünk olyan mindig épületeket. Megnyomjuk a beton szót. Egyébként ennek sincs önmagában jelentőséget. 2023-ban miből építenénk, ha nem betonba, fából kéne felrakni? Nem, nyilván. De inkább az a probléma, hogy ebbe hivatalnokok fognak menni, és akkor ennek az összes csatolmányával, tehát nekik valahol parkolni kell, ezért szétkapták a fehérvári bástyát, építettek egy újabb mély parkolót a vár alá, vagy jönnek föl az autók, ezzel összefügg a Lánchíd, ugyebár, hogy mehet-e rajta autóm, meg nem mehet, mehet-e szirénázó lámpás autó rajta majd, vagy nem mehet, ezek már megint a politikai dimenziójába tartoznak. Igen, a dolognak, de ennek ellenére a város az köszöni szépen jól van, mert ő egy önálló organizmus, tehát úgy él, hogy benne nincsenek plusz és mínusz jelek, lebontanak szépet és jót, épül rossz, épül jó, valami úgy maradt, tehát organikusan nő és változik a város, tehát éppenséggel jó példákat is tudnék mondani. Majd mindjárt mondjál jó példákat, de azért az fontos hozzátenni, hogy azért elég gyakran történnek úgy dolgok, hogy a szakmai kifogásokat, vagy a szakma kifogásait, vagy figyelmeztetőek felemelt mutató ujját, nem azt letörik, mint a szél. Nem utolgass nekem az ujjaddal. Mondj egy olyan szakmát, ahol ez máshogy van. Ez már mindenhol át van tolva, szerintem. Így futottam, hogy jó, filmes szakma, újságíró szakma, nem. Mindenhol ez a szétválasztás megvan, lehet, hogy vannak, akik ellenzik, hallgatnak, vagy mással foglalkoznak. Az építészet ebből a szempontból azért sokkal pénzigényesebb ügy, tehát ott komoly nagy pénzek játszanak még tervezői szinten is. Azt mondtad, hogy jó példát is tudsz mondani arra, hogy hogyan változik a város. Igen. Atlétikai VB stadion? Én nekem sok a stadion, de történetesen ez egy jó stadion, tehát reagál valami olyan kortünetre, nevezetes, hogy vissza kell bontani, tehát hogy nem azért van, hogy itt is talán tanultak az úszó VB-nek, szerintem kicsit túlhajtott, tehát hogy azt hiszem 5 milliárdért építették azt a toronyugró betontömböt oda a parlamenttel szembe, hogy jó háttere legyen. Hát biztos nagyon jól nézett ki, de nem biztos, hogy hozott annyit, amennyit az egyébként megért. Szerintem kicsit sok a stadion, tehát itt is előjön az, ami egyébként egy szintén rendszeresen visszatérő probléma. Új dolog, esztétikai értelemben, vagy politikai értelemben nézünk rá, és foglalunk állást, és éveknek kell eltennie ahhoz, hogy mondjuk kiderüljön, hogy a funkciója működik-e, tehát volt-e értelme, vagy volt-e értelme akkora pénzt belerakni, volt-e értelme akkora pénzt belerakni az új uszodába például. Vagy hogy egy nagyon régi példát mondjak, amit szerintem mindenki szeret, a Várkert bazár is úgy épült meg, hogy a koncepció az villámgyorsan megbukott, amire csinálták, mindennyian nagyon szeretjük, nagyon jó, hogy felújították, szuper jó, hogy lehet benne sétálni. Tehát ott is, mondjuk az pont a vár kapitánysághoz tartozik, ahol azért valószínűleg erre van pénz, meg igyekeznek is funkcióval megtölteni, de az már íbül után is kiderült, hogy a bazár rész alul az nem működik. Így kerültek oda a szobrászok, meg a női varróegylet, meg
Igen, meg hát ott volt a Budai Ifjúsági Park is, biztosan biztos. Hát aztán később, de az igen, jóval később, meg akkor nagyon fontos, Rajnák hogy volt nevük. Már Erzsébet híd, mert ugyebár a Várkert Bazár problémája akkor 1870 valányban az volt, hogy gondolták, hogy itt most egy második korzó épült, kikocsizunk, átjövünk a Lánchídon, végkor milyen szép ez a bazár, és durra egyszer csak vége van, és beleértek a nem gondolom többé-kevésbé még bűzös Tabán részbe, ahol még nyitva volt az ördögárok, és nem volt híd, tehát egy zsákutcába beletorkoltak, hát akkor megyünk vissza, és akkor köszönjük legközelebb, már nem kocsisztak arra. MOL Campus? MOL Campus, hát érdekes, itt megint, ugyebár aki már, én már hát több mint 25 éve vagyok benne ebben az építészkritikus branchban, tehát már építészeket is ismerek, irodák, kedvencek is vannak. Itt az az érdekesség állt elő, hogy szerintem baromi jó volt, de előáll egy az építész kritikai örök probléma, hogy azt mondják, hogy van egy új épület, menj el, nézd meg, és írjál róla. Elmegyek, kívülről megnézem, a használatát, a flowját, azt nem érzed meg, mert csak ránézel kívülről tulajdonképpen. Még időnként kagylózol valamit, hogy esetleg hozzá tudsz ehhez rakni, és megírsz egy impressziót, és nincs benne az a több éves, évtizedes akár tapasztalat, hogy az a dolog, ami jól néz ki, jól is működik-e. És itt voltak olyan hangok, hogy nem működik jól, tehát túlépítették. Ez most más kérdés, hogy ez az építész iroda, őtől ezt megrendelték, tehát szerintem túl, vagy sokan azt mondták, hogy ez túl van tervezve, áthallat, tehát zajos, tehát áthallatszik A pontból B pontba valami, de volt olyan szintén általam nagyon kedvelt építész kollega, azt mondta, hogy ez az egész egy őrültség, mert oda helyezték a fókusz, vagy ott üres ma, ahol a fókuszának kéne lennie, tehát hogy pont fordítva, negatív értelemben ott kéne lennie a házaknak, ott kellett volna elhelyezni, ahol most üres tér van, és ott kéne az üres tér legyen, ahol most a házak vannak. Az üres terek nem nagyon vannak most már azon a környéken, azt hát néztem, hogy... Ez mégiscsak úgy néz ki, mint egy parkban lenne, meg itt ő azt hiszem az udvarra gondolta, arra az arénaszerű udvarra, amiben beérkezünk. Jó, de a legtöbb probléma az nem az épület helyével volt, hanem a magasságával. Tehát akik azt mondták, hogy hát ez ronda, ez egy fallosz, ott magasodik Budapest fölött, francnak kellett magasabb épületet létrehozni, mint a Gellért hegy. Hát azért szerintem az nem olyan magas, nem, most megint ízléskérdés, ez abszolút ízléskérdés, hogy mi magas, mi nem. Ha úgy állunk hozzá, hogy valamiért nem tetszik, ami mögött nagyon gyakran nem is esztétikai vagy érzések vannak, hanem inkább az, hogy a megszokottad, tehát a fejedbe át kell alakítani. Valami máshogy lesz, mint ahogy eddig volt. És emiatt eleve tulajdonképpen handicappel indul. Mondjuk, ha valaki a közelben vagy szemben lakik, annak nem biztos, hogy tetszik az, hogy ott hirtelen megélénkült az élet. Én azt néztem, hogy ahogy ha elindulunk azon az úton kifelé, tehát Budafoki útnak hívják talán azt, ami elhaladott mellette. Budakeszi. Vagy nem biztos, hogy nem Budakeszi, hanem... Zugligeti. Nem, a MOL Campus mellett, tehát a Lágymányos híttal. Ja, a MOL Campus, ahogy haladunk kifelé. Én a Moméről beszéltem. Mindeddig. Ja, oké. Okay. Jó, akkor most visszatekerjük. Elnézést. Nézik el. Akkor toronyház. Most legyen... Hát ez a toronyház probléma. Igen, hát itt a... A MOME egyébként majd az nagyon jó. Igen, de ha már elmondtam, az is kiderül, hogy ez is ott is megosztó. Hát a MOL... Én nem vagyok felhőkarcola ellenes. Aha. Így ennek a szintén funkció... Ezt is süketek pár beszédét. Rögtön a funkció szempontjából nézzük, szerintem ez nem a funkcióra épült, tehát nem tudom elképzelni, hogy ezt megtöltsék, mint ahogy például a T-com Fradi pálya melletti irodázásról is kiderült, marára megépítették, hogy mindenkit beköltöztetnek, aki nálunk dolgozik, és jött a Covid. És azóta, ha jól tudom, akkor problémáik vannak a megtöltéssel, mert azóta már semmi nem olyan. Hát ilyenek vannak. Tehát szerintem ez is presztízs, a felkarcoló nagyon gyakran elsősorban presztízs és másodszorban funkció. Van, akinek azt mondja, hogy igen, hát ott belóg, tényleg belóg,
de ha végnézünk a budapesti tető horizonton, akkor hiába beszélünk arról, hogy nálunk van egy szint, és ez, hogy ez Budapest nagy érdeme, hogy a bazilika magassága van lényegében megszabva, abból is kiállnak dolgok. Tehát azon nem tudsz túltenni magad, hogy hozok egy szabályt mondjuk 2000-ben, hogy mi épült meg 1980-ban, van a Sote torony például, vagy templomtornyok. Arra nem mondjuk azt, hogy mert templom, ugyebár, hogy ettől kiáll abból a dologból, meg ez is egy tulajdonképpen elméleti konstrukció, hogy mi az, hogy tetőhorizont. Érzel, vagy látsz koncepciót a főváros építészeti változásaiban például? Tehát, hogy ugye? Ez nincs. Tervek mindig vannak. Hát most szintén a politikai helyzet miatt valamiféle szembenállásból dafke és dacos dolgok kisebb-nagyobb méretben vannak jelen, és korábban volt egy nagyon kedvezőtlen deal, mondjuk úgy, vagy korszellem, amikor úgy gondolták, hogy a fideszes kerületeket kell erősíteni, mert ott voltak többségben, vagy több fideszes polgármester volt, és akkor ilyen kis kerületi szigetek alakultak ki. Ennek is volt szerintem egy jó 10 éve, amit tulajdonképpen mindenki követett, mert egyrésztről ez a típusú regionalizmus érthető, hogy Újpest az újra egy kis város lett, már abban a szempontból, hogy van egy nagy városháza, egy központi plac, ott épült valami, a piac, és mindenhol épült egy ilyen kis központ, ezt nem mondanám azért minden kerületre, hogy ezt jót tett neki. Ami azt jelenti persze, hogy a központból vont el a pénzt. Tehát például az, hogy most mi Budapest közepe, nevezzük meg. Hát nyilván nehéz lenne. Az ötödik kerületnek is volt egy ötlete, szintén ebből Budapest főutcája véghúzták a Egyetemtértől gyakorlatilag a Szabadságtérig, ma már senki nem emlékszik rá. Talán még a bicikli támasztékok és a parkolás gátló oszlopok emlékeztetnek arra, hogy ott volt egyszer egy ilyen törekvés. Igen, tehát nyilván a kerületek is szenvednek. Ugye múltkor hallgattam Ferencváros polgármesterét, éppen itt reggel személy volt, és akkor valahogy szóba került a Vágóhíd és környék, meg a 9. kerületi beruházások, de mondta, hogy hát az gyakorlatilag ők örökül kapták, tehát nem volt hatásuk arra, hogy... Az egy televény. Hát ez a városnak szintén egy olyan része, ami esztétikai szempontból borzalmas. Aki oda költözik, már pedig elég gyorsan elfoglalták azokat a még a Polát, tehát a Vágóhíd projekt, ami most csak épül még mögötti házak, azok is ugyanebben a szellemben épültek. Tehát úgy néz ki, tényleg, mint a Törökországban látunk ilyen képeket, ahogy kicsit olyan kényelmetlenül érzed magad, mert minden sokkal közelebb van egymáshoz. Tehát a mi lakótelepeink is szellősebbek annál, mint ahogy ott ezt teleépítik. De közben... Nyilván el lehetett adni a épületeket, a 10 emeleteseket, hogy elvehetetlen panoráma, abszolút. És hát a Lágymányos hídra néztél, aztán most fölhúznak el egy 15 emeletes épületet. Újpesten van egy ilyen projekt, ami én megnéztem, és azt mondtam, hogy ugyanebben a műfajban, de tetszett és elfogadható a Metrodóm nevű. Igen. Messziről látszik, 4 toronyház, és mellette kisebb épületek. Ez messziről nem látszik, de kisebbek is tartoznak ez a... Hát ezt majdnem városrésznek lehet mondani, de aztán úgy van kialakítva, hogy ebből a 4 toronnyal egy sokkal nagyobb hangsúlyt adnak, és a toronyszerűségét azt zöld megoldásokkal, szint egy ilyen vizuális megoldásokkal, hogy nem tűnik olyan magasnak, mert nem egy szint jelenik meg láthatóan is, hanem egybefoglalnak ilyen 2-3 szintet eltolva, tehát elég változatosan néz ki. Torma Tamás, építészkritikus, köszönöm szépen. Folytatni kellett volna, mert még vannak példáim, meg beszélgetni szerettem volna erről, csak 10 óra van lejárt a műsoridő. Szóval nagyon szépen köszönöm Torma Tamásnak, hogy itt volt velünk. Köszönöm. A műsor szerkesztője Korpás Krisztina volt, a műsor létrehozásában segítségemre volt Petes Vivien, Túri Lui, Balogh Kármen és Zsidai Péter, én Pálinkás Szűcs Robert voltam. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Legyen kellemes a hétvégéjük, vigyázzanak magukra. És igen, azt írták hallgatok, hogy jó, kezdjük újra, mert ott elmentünk egymás mellett a MOL és a MOME kampusszal. A MOL-hoz szerintem hozzá fogunk szokni, a MOME meg egyébként érdemes megnézni, és tök jól néz ki. Ott is azért vannak problémák, de ezt most nem tudtuk megbeszélni. Szóval vigyázzanak magukra, tudják jól, give peace a chance, Putyin rohagy meg, véhallás.